Egy álom volt csupán, mi forradalmat ígért. Mondd, én jöttem korán, vagy ez így zord vidék. Egy álom volt csupán, csak halálra ítélt. Hangok a zongorán, mint jári hópihék, amik köddi válnak egy röpke perc alatt. Ez a versem is elúszik nyomtalan. Hiába nyíltam ki őszintén dalban, nem vagyok más, mint síron egy jégvirág e fagyban. Hiába nyíltam ki ékely szavakban, úgy tűnök el, mint síron egy jégvirág tavasszal. Hisz éreztem, mi vár, sok szájban rágott hős. Itt nem kell új irány, csak a múlt dicső. Én éreztem, mi vár, itt az ül a tűz köré, akit a képmutató világ bevesz hívei közé, akik néznek furcsán, a szívből szól a dal. Így lehetek hazámban hontalan. Hontalan. Hiába nyíltam ki őszintén dalban, nem vagyok más, mint síron egy jégvirág e fagyban. Hiába nyíltam ki ékes szavakban, úgy tűnök el, mint síron egy jégvirág tavasszal. Talán rossz időben, rossz helyen, de teszem a dolgom, hisz ez a sorsom, ez a végzetem. Ez a végzetem. Oh, oh, oh. Hiába nyíltam ki őszintén dalban, nem vagyok más, mint síron egy jégvirág e fagyban. Hiába nyíltam ki ékes szavakban, úgy tűnök el, mint síron egy jégvirág tavasszal. Ez a végzetem. Hát, köszönjük szépen, szia! Szia, üdvözlöm a nézőket! De jó, én is üdvözöllek téged, nagyon köszönjük szépen a dalt. Ugye hát azt tudhatjuk, hogy ez egy anti-fitness klub szám volt. Korai, így van. Egy korai anti-fitness klub szám volt. Mégis mit érzel, amikor ezeket a számokat veszed elő? Mert az egy nagyon más korszakod volt, az egy nagyon más stílus volt, még azt is mondhatom, ahhoz képest, hogy mondjuk most a jetlag milyen. Nyilván rengeteg szép emlék köt hozzá, ez tagadhatatlan. Ennél a dalnál is egy ilyen változáson mentem keresztül, arra gondoltam. Hát illetve nyilván ezeket a rímeket néha megmosolygom, mert nem tartom annyira szakmailag értékesnek, de közel áll hozzám, meg annyira őszinte volt, amikor megírtam, hogy egy ilyen abszolút kitárulkozás, úgyhogy azt gondolom, hogy lehet létjogosultsága a szerzői estem dalai közt. De akkor ezek szerint neked is van egy ilyen félmosolyod ezzel kapcsolatban? Abszolút. Tehát azt mondod, hogy ez még milyen gyerekes volt, ezt a rímet már biztos, hogy nem használnám? Inkább azt mondom, hogy rengeteget tanultam azóta.
Tehát abban az időszakban, meg abban a korszellemben ezek abszolút megállták a helyüket, de nyilván így 30 évesen közel sem így kezdenik neki egy dalnak, ami arról szól, hogy nagyon bonyolult bele se kezdeni. Mondtad, hogy szerzői ested lesz. Tavasszal már volt egy szerzői ested, ugye az a 30. születésnapodra volt, vagy ez volt az apropója. Igen. Most ősszel is tartasz egyet, ennek mi az apropója? Hát alapvetően az, hogy közben 31 lesz. Bár nyilván ezt az eventben nem írtam bele, mert úgy gondoltam, hogy 30 fölött azért már nem fogom ünnepelni annyira. Hát ez nem fog összejönni valószínű, mármint, hogy ne ünnepeljem. Igen, az A38-on volt tavasszal egy szerzői estem, ahol meghívtam azokat az énekeseket, akiknek így volt szerencsém dalszöveget vagy dalt írni az elmúlt 10 évben, és egy olyan 10 előadó jött össze, egy nagyon durva 2 órás műsort nyomtunk, és azt gondolom, hogy egy ilyen eléggé meghatározó pillanata volt eddigi színpadi életemnek. Úgyhogy nagyon élveztem, bár korábban a szerzői estjeim elsőként 100 zongorával, majd kisebb hegedűvel vagy gitárral kiegészülve mentek, azért a legutóbbi tavaszira összeszedtem egy rendes nagyzenekart, akik most pénteken is elkísérnek az évvégi szerzői estemre. Elkísérnek, viszont hihetetlen anyagból kell válogatnod, mert több mint 200 dalt szereztél. Ilyenkor ez hogy van, hogy amiket tavasszal elővettél, azokat most nem veszed elő újra ősszel, vagy olyan hiányérzeted volt még tavasszal, hogy ez se kerülhetett be, hogy már akkor eldöntötted, hogy ősszel tartasz egy újabbat, hogy ezek a dalok is megszólaljanak. Az volt a különlegessége a tavaszinak, hogy ugye rengeteg előadó volt, akivel előadhattam így szinte duettben a dalokat. Most is lesznek vendégek, egyébként nagyon különleges vendégek, talán itt el is mondhatom azt, hogy az AEC egykori dobosa, a Fekete Balázs beugrik egy dalra, ami azért eléggé hát különleges, azt gondolom, mert mi azóta nem álltunk egy színpadon, és ez most egy picit így megtörni látszik, illetve lesz Kossi Janka, meg hogyha minden jól megy, akkor a Márgy is énekel egy közös dal, de azért nyilván nem olyan népes a vendégek társasága, és hát azért beláttam, hogy amiket másoknak írtam dalokat, azoknak egy része áll jól csak nekem, akkor, hogyha nincs ott az eredeti főhős, tehát azért itt főleg jetlag, meg AFC dalok lesznek, meg nyilván persze olyanok is, amiket másnak írtam, de azért általában ugye szerzői előadások lesznek a középpontban, mint mondtam, egy ilyen rendes nagyzenekari felállással. Van olyan dal egyébként, amit másnak írtál, és úgy sajnáltad odaadni? Tehát ugye azt mondtad, amikor úgy, ezt azért megtartottam volna magamnak is? Hát sokszor van olyan, hogy úgy írok dalt, hogy megkeresem az előadóban és magamban azt a közös pontot, ami azt gondolom, hogy működhet, és úgy írok dalt neki, mint hogyha magamnak írnék. Ez egy jó taktika, vagy a másik az, hogy a fantáziámra van bízva, és az előadó karakterét szinte kiszolgálva írok. Nyilván ilyenkor komolyabb a kötődés a dalhoz, hogyha alapvetően saját érzésekből írok, de olyan, hogy fukarkodnék a sorokkal, azt nem gondolom. Mindig azt szoktam mondani, hogy onnan ez jött, onnan jön majd másik 100, tehát nagyon örülök annak, hogy írhatok másoknak, hiszen így rengeteg olyan dal jött létre, ami ha pusztán magamnak írok, akkor biztos, hogy nem jön világra. Oké, még egyszer vegyük át, hogy mikor haladjuk akkor az őszi szerzői estedet? Hát nagyon nagy menet lesz a hétvégén, mert pénteken az Instantban leszünk ezzel az imént említett szerzői estel, lesznek különleges vendégek, meg csomó olyan dal, ami nagyon régen szólalt meg. Aztán szombaton Egerben vagyunk a Brains társaságában a turné következő állomásaként a jetlaggel, illetve még aznap este lesz évféltől a sztoriban egy ilyen szűnapi event, úgyhogy elég hardcore menet lesz a hétvégén, várunk mindenkit mindenhova. Hát akkor neked nagyon jó pihenést kívánok addig, és akkor nagyon jó bulikat kívánok a hétvégére, és hogy bírd erővel. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük.